Megtelt a Művelődés Háza színház terme. Nem véletlen, hiszen a Sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára ez év februárjában indította el azt a pályázati programját, amely Legyen álmod, kerek erdő címet viseli. Összesen 2 óvoda és 4 iskola számára szerveztek eddig színes kulturális programokat. Természetesen a programok elsődleges célja, hogy a tanulóknak, óvodásoknak, a korosztályuknak megfelelő módon minél több ismeretet és új élményt biztosítsunk. Ennek része a színházi programsorozat is, és valóban tavasszal a óvodások és kisiskolások láthatták a Süsű a sárkány című darabot, ma pedig a felső tagozatosok a Padlás című előadást a Sziget Színház jóvoltából. Legutóbb a Padlás című 2 felvonásos musicalt láthatták a fiatalok a Művelődés Háza színház termében. A szervezők legfontosabb célja, hogy minőségi kulturális programokat kínáljanak a gyerekek számára. A program alapvetően heti havi szakkörök és tehetséggondozó programok megvalósulásából áll. Nyáron minden résztvevőnek nyári tábort szerveztünk, illetve különböző témanapok, vetélkedők azok, amelyek az egyéves programnak a gerincét alkotják. Ilyen nagy rendezvény valójában ez az utolsó. Tehát egészen január 31-ig sok kisebb programelemből tevődnek még össze intézményekre bontva a pályázati programok, és a zárás pedig 2015. január 31-én lesz. A szervezők a pályázati program során több száz gyermeket vontak be a tevékenységekbe, eseményekbe.